Vendégeink pedig a zenekar vezetője, énekese és gitárosa, Lobó Szalóki Lázár, és az iménti klip rendezője, Ritók Filip Áron. Sziasztok, srácok! Sziasztok! Hát akkor kezdjük is, ha már klippremiér a klippel, jó? Hát valahogy segítsen nekem Áron összerakni azt, hogy látunk benne Zebra fiút, aki menekül az oroszlán lány elől, aki aztán végül összedönt egy öltözőt, vagy egy kis szobát, de van közben vetítés, és a végén pedig szerintem lootolakba mártjátok bele. Nagyon szépen visszamondtál. Csillagos ötös. Na, ennek én igazán örülök. Akkor most rakjuk össze, hogy ez a te fejedben ez keletkezett? Is, igen, tehát hogy mi volt a koncepció? Nem, lényegében, hogy amikor Lázár először mutatta nekem a dalt, arról volt, nekem alapból az ugrott be, hogy rakjunk össze egy álmot. És ugye már az előző klipet is én rendeztem, az is egy álomszerű volt, de mégsem az nem egy igazi az álom, egy az egy teljesen más világ. Ezért raktunk bele egy olyan csavart, az lett végül a hook, hogy egy teljesen szürreális álom, és az, amit az ember ugye álmaiban nem tud elképzelni se, ugye, hogy mi történhet ezzel a szerencsétlen lányjal. Így most végig vittük. Szerencsétlen lányjal? Nem, szerencsétlen lány, annyira nem szerencsétlen. Mondom én, ez mint nő. Szerencsétlen lány, azzal a tudattal vesz, hogy ugye tolfóbiás volt, valamint még rá is jött a forgatás alatt egy ajtót, tehát elég sok minden történt. Ja, hogy úgy volt szerencsétlen lány. Akkor tehát igazából az volt a koncepció, hogy egy olyan álmot rakjunk össze, ami ugye a néző el sem mer gondolni, hogy mi lesz ebből. Ez volt az alapvető vonulás a klip során. Ugye az egész klip az olyan, hogy mintha ilyen filterek jönnének, igen, mennének. Kicsit olyan hatást kelt, vagy nem tudom, laikus nézőként, hogy jobban megragadtátok ott az alkalmat, mint mondjuk a vágóasztalon, az utómunkákra, igen, talán kevesebb hangsúlyt, igen, fektettetek. Igen, ez koncepció is volt, amúgy, hogy mindent ugye a helyszínen, a filterezéstől kezdve, a fényelésen át, a szereplő mozgás, minden meg legyen tervezve. Azért is, mert ugye mi nagyfilmes technikával dolgozunk, tehát hogy mi nem egy olyan vonalat képviselünk, ami egy new wave, hanem mi a hagyományos filmezésben vagyunk inkább otthon, és azt szerettük volna végigvinni az egész klip során, ugye, hogy látszódjon azt, hogy valójában tényleg itt színészi játék van, itt igazából a nagy stáb áll mögötte. Ugye a produkció is egy elég magas színvonalú lett, és ezért próbáltuk minél jobban közelíteni hozzá a képi világban. De most a zenére gondoltál, igen, hogy magas színvonalú. Az így van. Oké. Okay. Ez táncoltatok rá az előbb, úgyhogy a rossz nem lehetett, reméljük. Szuper volt. Jó, nekem abszolút bejön ez az álomvilág. Mondjuk nekem akkor az nagy kérdés, hogy az én álmomban biztos, hogy nem szabad el a zebrasár. Egy ilyen hosszú lábú oroszlántól, hát biztos, hogy először vegánnál képzelnek valahogy. Oké, okay. Miért akartál ennyire változtatni? Tehát, hogy miért akartál ennyire más vonalat hozni, mint az előző klipetek volt? Igen, hát az volt a... Tehát a dal is teljesen más vonalat képvisel ugye a Dirty Slippersnél. Inkább ez a new wave-es elektrovonal, tehát nem a megszokott Dirty Slippers hallható, és a képvilágban is próbáltuk ezt tükrözni. Ez a hetedik videóklipje a zenekarnak. Tehát én azt gondolom, hogy mindenféleképpen Áronnak most egy olyan feladatot adtunk, hogy gondoljatok bele, az első hat klipben mindegyikben játszott a zenekar, vagy mi voltunk a színészek. Most már azért ennél azt kell, hogy mondjam, hogy több kell, hogy az ember ne kapcsoljon el. És ráadásul most már tényleg... Bedobtatok egy modellányt. Abszolút. Picit mesélj nekünk, Lázár, arról, hogy mi áll e mögött, hogy mennyire kapcsolódik így ezzel a koncepcióval, illetve hogy ugye azért ez mégiscsak az előfutára a készülő nagy lemeznek. A zenekarunk első két nagy lemezében azt gondolom, hogy minden párkapcsolati problémát és ilyen pop-rock köntösbe bújtatott szerelmes dolgot ezt kimaxoltunk. Ezt nagyon szeretem elmondani, mert így legalább rá tudunk térni a harmadik nagy lemezre, ami remélem decemberre elkészül. És ez a Pasztelkék című dal, ez mindenféleképpen egy ilyen új úttörő irányzat a zenekarnál. Azt gondolom, hogy mindenféleképpen egy zenekarnak fejlődést kell mutatni. Egy ívet kell leírni az embernek a pályáján, és azt gondoltuk, hogy most már bátrabbak lehetünk a hangszerelésekkel, hogy évente van 80-90 koncert, azért már egy zenekar ilyenkor egy kicsit így nyitogathatja a szárnyait más irányba, és váltottunk egyébként producert is, a Szabó Zével csináltuk, aki jártas a zenei berkekben, tudja, hogy gyakorlatilag minden menő magyar produkció mögött ő áll, úgyhogy én azt gondolom, hogy szerencsére eddig nagyon jók a visszajelzések, a rádiók nagyon szeretik a dalt, és ma itt lehetünk nálatok, úgyhogy elégedettek vagyunk abszolút. De akkor ezek szerint stílusában ez lesz a harmadik nagy lemez, amit most a Pasztelkéktől
Igen, én azt gondolom, hogy stílusában egy kicsit gyorsabb számok jönnek, egy kicsit bulizósabbak jönnek. Mi azt gondolom, hogy klasszikus értelembe vett fesztiválzenekar vagyunk, tehát mindig annak ellenére, hogy nem feltétlenül csak zenei fesztiválokon játszunk, hanem rengeteg ilyen borfesztiválon, városnapokon. Nekünk az a fontos, hogy egyrészt szórakoztassuk a közönségünket, másik pedig, hogy motiváljuk az embereket. Rengeteg helyen jártatok, tehát azt lehet mondani, hogy tavaly nyár óta turnéztok tulajdonképpen. Sok minden van mögöttetek, de most picit nézzünk előre, mi lesz még, merre mentek. Előttem a Dunamat. Ja. Előttem, de hogy... Ne menjél, mert van még egy harmadik nagy lemez, el kell készíteni. Így van. Decemberre mindenképp várjuk, hogy az új nagy lemez megjelenjen, és ősszel újra indul az akusztikus turnénk, és nagyon bízom benne, hogy nekünk van egy suli turné programunk is, amiről tök jó, hogy tudtok. Igen. A lényeg az, hogy ez egy ilyen drog, ményakrák és alkoholellenes prevenciós előadássorozat és koncert. Oda megyünk a sulikba, nyomunk egy fél órás bulit nekik, és utána leülünk velük egy csomó fontos problémáról. Beszélünk, úgyhogy rengeteg tervünk van, rengeteg olyan feladata van a zenekarnak, szeretem így hívni, amit meg kell idén még valósítani, és természetesen előttünk a nyári turné. Augusztus 9-én otthon Békés Csabán lesz egy nagy koncert, szeptember 1-én itt a Republikkal az egyik legnagyobb szabadtéri szórakozó helyen játszunk, úgyhogy imádjuk ezt a nyarat, és nagyon-nagyon várunk mindent. Köszönjük szépen! Titeket imádunk, köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és a következő klipet is hozzátok. Mindenképpen köszönjük.